Három megyében 27 helyszínen közel 400 rendőr egy időben csapott le a kábítószerkereskedő hálózat tagjaira. Erről számoltak be az illetékesek egy pénteki sajtótájékoztatón a megyei rendőrfőkapitányságon. A művelet során június 30-án 5 órakor Győr-Szent Ivánon, Győrben, Szombathelyen, valamint Veszprémben hajtottak végre realizálásokat a Győr-Moson-Sopron megyei, a Vas megyei, a Nemzeti Nyomozóiroda, illetve a Terrorelhárítási Központ emberei. Ennek a realizálásnak az eredménye az lett, hogy nem tudom, hogy mondhatok-e ilyen nagy számokat, de összesen 386 rendőr vett részt ebben a műveletben, mintegy 138 gépjárművel, és ebben természetesen benne vannak a nyomozó kollégák, a helyszínelő kollégák, a bűnügyi technikusok, a tekes kollégák, kutyavezetők is még sorolhatnám, mert ennyi ember volt szükséges ahhoz, ennyi rendőr kollégára volt szükség ahhoz, hogy ezt a csapatot egyáltalán el tudjuk fogni, elő tudjuk állítani, gyanúsításokat lehessen velük közölni. Az akció során helyszínenként több száz gramnyi kábítószer gyanús anyagot foglaltak le, amelyeket különböző helyeken találtak, például plüssmackókban elrejtve, lemezszekrényekben, gépkocsi kerekében, vázák mélyén eldugva, illetve hűtőkben tárolva. A kutatás alkalmával a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozói egy 77 tőből álló kábítószerültetvényre, illetve a termesztéséhez szükséges eszközökre és berendezésekre bukkantak. A csoport tagjai nem voltak ismeretlenek a hatóság előtt, mivel néhány éve közülük többeket gazdasági bűncselekmények miatt eljárás alá vontak. Azt is tudni kell, hogy ez a család volt az, akikkel szemben 2013-ban a Nemzeti Adó és Vámhivatal folytatott büntetőeljárást milliárdos nagyságrendű költségvetési csalás elkövetése miatt, és már akkor nagyon nagy vagyont halmoztak föl, de az akkori büntetőeljárásban is ugye a vagyon elvonása sor került. Ettől függetlenül sikerült megalapozniuk a jövőjüket abból a szempontból, hogy a kábítószert valamiből finanszírozni tudják, és áttértek erre az üzletre. Nyilván ez egy picit most jövedelmezőbbnek bizonyult szerintük. Hát és akkor most sem volt jó napjuk, mert elhoztunk 12 autót, több millió forint készpénzt, zároltunk 3 ingatlant, az Arany Rolex óra sem maradt otthon. A gyanúsítottak magas fokú konspiráció mellett folytatták tevékenységüket, amelyet a helyszíneken lefoglalt több mint 100 bontatlan csomagolású és használt mobiltelefonkészülék bizonyít. A Győr-Moson-Sopron megyei főügyészség az eljárás során 7 gyanúsított letartóztatására tett indítványt, a szökés, elrejtőzés továbbá az eljárás megnehezítésének veszélye miatt, valamint a bűnismétlés megakadályozása érdekében. A bíróság osztotta az ügyészség érveit, és mind a 7 gyanúsított letartóztatását elrendelte az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb 1 hónappal. A nyomozás folyik, az ügyészséggel együttműködve folyamatosan beszámolnak a részünkre a nyomozóhatóság a terveikről, az akció részleteiről, folyik a további terjesztői hálózatnak a felszámolása. Ennek érdekében bízunk benne, hogy Győr városát tisztábbá tudjuk tenni. Az akció tehát sikerrel zárult, de a nyomozás tovább folytatódik.